Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy véleményvideó lesz, azaz beszélgessünk egy olyan rendszerről, egy olyan disztribúcióról, amit az utóbbi időben nagyon megkedveltem, másodlagos rendszernek használtam, és úgy tapasztaltam, hogy egy stabil, jó kis dolog. Mi ez? Az Enderverse OS, ahogy én fogom hívni EOS, elfogadott rövidítés egyébként, ami bizony milyen rendszer? Bizony ez egy Arch alapú disztribúció, ami számunkra nagyon kellemes, mert egy nagyon Arch közeli disztribúció, azaz az Archnak a tárolóit használja. Ez azért jó nekünk, mert hogyha véletlenül valami történne vele a disztribúcióval, nem fog, mert viszonylag nagy disztribúció, nagy támogatottságú és közismert, kedvelt és nyilvánvalóan ilyen nehezen szűnik meg, de ha véletlenül történne vele, mint az elődjével, az Antergosszal, akkor is tudjuk használni a rendszert, hiszen leválasszuk a megszűnt, esetleg megszűnt disztribúció tárolóit, és tiszta Arch alapon fogunk dolgozni. Azaz, van egy olyan része, ami az Archra támaszkodik, ez a 99,9%, illetve van egy plusz saját tároló, amiben a saját dolgait tárolja. Ez számunkra nagyon kényelmes dolog, hiszen bármikor, amikor úgy gondoljuk, hogy az ő tárolóiba lévő dolgokra nincs szükségünk, simán le tudjuk választani a tárolót, és utána tovább fog működni a rendszerünk. Miért jó nekem az EOS? Miért jó? Hiszen egy csomó olyan disztribúció van, ami Arch alapú, meg különben is az Archot is fel tudjuk tenni. Azért jó, főleg kezdőnek, mert grafikus telepítést ad, ami nagyon kezdőbarát. Gyakorlatilag next, 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 léptessünk tovább, minden kérdésre választ tudunk adni, telepítő rendszere van. Be tudod állítani, hogy milyen asztali környezettel, illetve egyéb programokkal települjön, nagyon kevés, relatív kevés programot fog felrakni. Én az i3 VM verziót raktam fel, csak azt az egyet, viszonylag kicsi kis telepítést kaptunk. Azaz, grafikus telepítés van, nagyon professzionális a telepítő rendszere, nagyon egyértelmű és nagyon világos. Ez teljesen Arch alap, és ez nekem nagyon fontos az utóbbi időben, így nem nyúltak bele az Arch rendszerbe, amit az előbb említettem, hogyha véletlenül úgy döntök, hogy mégse kell az, amit ők adnak, mégse tetszik nekem ez a rendszer, különösebb gond nélkül le tudom választani a tárolóit, egy-két dolgot átírva, tiszta, natur, gyári Archot fogok kapni, azzal a különbséggel, hogy kényelmesen fel tudtam rakni, és be tudtam állítani. Azaz azért jó, mert adnak egy pár dolgot pluszban. A telepítőt adnak, amivel gyorsan telepítheted a rendszert. Az Archnak is van különböző egyéb telepítő verziója, tehát olyan disztribúció, ami gyakorlatilag arról szól, hogy feltelepíted az Archot, de ez is egy kényelmes telepítő rendszerrel ellátott, egyszerűen felrakható rendszer, azaz nem kell terminálozni, ami visszatartja az embereket attól, hogy az Archot telepítse. És sok egyéb rendszerrel ellentétben ő nem nyúlt bele, tehát nem saját tárolókat használ kizárólag, nem nyúlt bele a rendszerbe, hanem valóban egy Archot kapsz a végén, ami teljesen a hagyományos, megszokott Arch rendszernek felel meg. Nincs hozzányúlva magához az alaprendszerhez. Alapbeállításokat segítő programokat kapsz. Nyilvánvalóan egy rendszer beállítása az első körben kezdőknek, azért jó lenne, hogyha lenne valami grafikus akármi, amivel grafikusan ide-oda kattingatva legalábbis az első frissítéseket, első programtelepítéseket meg tudná oldani. Nagyon kényelmes dolog ez, mert olyanok, akik esetleg feltesznek egy akármilyen Arch rendszert, vagy feltesznek neki, és segíti a haver, és oda fölrakosgatja, ő neki a beállításokkal gondok vannak. Miért? Mert nem ért hozzá. Az EOS rendszer ezt megoldotta, kapunk egy grafikus beállító rendszert. Nagyon kényelmes a rendszert, tehát nem a felületet, hanem a rendszert be tudod kényelmesen állítani. Kényelmes és szép. Hozzáteszem, szép beállításokkal kapod meg azokat a asztali környezeteket, amiket ő kínál, illetve ad hozzá pár hasznos dolgot, amire vagy van szükséged, vagy nincs. Egyik előző videóban bemutattam egy olyan scriptet, ami valóban egyszerű kis scriptecske az EOS tárolóból,
amivel lehet egy múltbéli időpontra felfrissíteni, vagy visszafrissíteni, visszaléptetni a rendszeredet, ami kényelmes. Nyilvánvalóan nem váltja meg ez a script, vagy akármelyik ilyen iOS eszköz a világot, de kényelmesebbé, egyszerűbbé teszi az életedet. Plusz hozzáteszem, és ez nálam nagyon ritka, mert eddig pontosan 2 darab olyan nagyobb fórumot találtam, amire ezt elmondom. Az egyik természetesen a Manjaro, illetve a Maboxnak a fóruma, a másik pedig az EOS fóruma, hogy teljesen normálisan, szakmaiság menetén kulturált hangnemben megy a társalgás és a segítés. Akár a Manjaro-ra igaz, és akár természetesen mire, a most bemutatott EOS fórumára ez teljesen igaz. Sok nyelvű, színes a közösség, és egymást segíti. Nem bunkók, nem utálkoznak, hamar oda csap itt is természetesen a moderátor, a moderatúra, hogy bizony, ezt nem kell, és akkor ki vagy tiltva. Figyelj erre, kultúremberek, kultúrrendszere, lehet, hogy a rendszer esetleg a sok közül egy, mert van hasonló rendszer, hasonlóan jó rendszer, de maga a közösség adja azt, hogyha lehet választani, olyan helyre menjünk, ahol kérdezni lehet, és ott kulturáltan választ is kapunk. Ami nagyon fontos, sok helyen le van itt írva, hogy teljesen árcsalapú, meg ilyen, meg nem nyúltak hozzá egyéb. Ez nem csak azért fontos, hogy el tudj dicsekedni, hogy neked árcsod van, hanem az összes árcsleírás az ehhez teljes mértékben megfelelő lesz. Nem lesz olyan problémád, nem probléma, csak eltérés, mint például a Manjaro-nál, hogy lehetnek olyan dolgok, amiben ők belenyúltak, ide-oda tettek, másképp oldották meg, és az Arch Wiki, az Arch leírások nem teljesen jók ahhoz, de az EOS rendszerhez teljesen jók lesznek, tehát nem lesz olyan problémát, hogy nem találsz meg valamit, keresgélni kell, találsz egy csomó leírást, amihez oda van írva, hogy Arch, és aztán mégsem nem lesz jó neked. Megkérdezhetitek, hogy miben más, mint például a Manjaro, hiszen azt is bemutattam, szintén volt róla egy vélemény videó, nagyon jó kis rendszer, én természetesen tudjátok, hogy nem a Natur Manjaro-t használom, hanem annak egyik verzióját, a Maboxot, ami Openbox-ra készült, és sok-sok-sok, nagyon jó kis scriptecskéket, egyebeket ad hozzá a srác, aki készíti, lengyel srác készíti a Maboxot, ott is kulturált fórum van, nyilvánvalóan kis közösség, pár ember, de legalább kulturált. Oké, miben más az EOS, mint a Manjaro? A Manjaro saját tárolókat üzemeltet. Ennek az előnyével, hátrányával mindenki el tudja dönteni, hogy mi a jó neki, hogy olyan disztribúciót használ, ami valaminek a változata, vagy olyan disztribúciót használ, ami a valaminek, jelen pillanatban az Arch-nak saját tárolóit használja, és nem nyúl hozzá a rendszerhez. Mindenki tudja azt a problémás dolgot, hogy van a Debian, van az Ubuntu, Ubuntu után van a Mintnek különböző verziói. Ebbe a szakaszba, ha bármelyik kiesik, esetleg, ott problémák lehetnek, igaz? Ott problémák lehetnek, lehet vitatkozni, hogy jó vagy nem jó. Én azt gondolom, hogy ha én használok valamit, az utóbbi időben ez a tapasztalatom, akkor minél jobban az ősi, az alap disztribúcióra kell támaszkodnom, mert disztribúciók jönnek, mennek. Nyilvánvalóan, ha valaki ismeri a történelmet, a Linux történelmét, volt egy olyan disztribúció, ami a Arch alapú rendszerek legjobbika volt, az Antergos. Egyszer csak lehúzták a redőnyt. Ebből lett természetesen az EOS, mindenki tudja, de akkor volt pánik. Most is van pánik, mert éppen sok helyen azt terjedt el, nem olvastam nagyon utána, a Solus rendszer is lehúzta a redőnyt, nem elérhető a tároló, nem elérhető a honlap, mi lesz most, hogyan most, miképp lesz egyéb. Tehát, hogyha olyan rendszert használsz, ami valaminek a továbbfejlesztése, lehet, hogy egyre kevesebb emberke használja azt, és hogyha abból a sorból valami kiesik, akkor lehet majd pánikolni. Azaz, gyakorlatilag a Manjaro saját tárolókat használ, az EOS nem, az Arch
tárolóit használja. A Manjaro visszatartja a csomagokat, azaz 1, 2, 3, 4, 5 héttel később kapod meg a friss csomagokat, kivéve természetesen a biztonsági frissítéseket. Ez jó neked? Persze, hogy jó, mert később kapod meg, és akkor legalább jól le van tesztelve. Egybe kapod meg, azaz 4 hetente, 3 hetente, 2 hetente, egyszer van frissítés, akkor frissítesz, és utána nincs vele gond. Ez egy nagyon kényelmes koncepció. Igen ám, de mit jelent ez? Később kapod meg a csomagokat, azaz lehet, hogy 5 hét múlva kapod meg azt a frissítést, amire már 2 éve vártál, mert mindig ígérték, mindig ígérték, mindig ígérték, most megjelent, de majd a Manjaroba esetleg 5 hét múlva fog belekerülni. Értelemszerű, neked kell eldönteni, hogy melyik a jó, vársz egy picit és biztosabb, vagy előbb megkapod azt a frissítést, azt az újdonságot, azt az érdekességet, amire te nagyon vártál. A Manjaro és az EOS között természetesen, ahogy mondtam, az is egy sarkalatos különbség, hogy sokkal jobban ki vagy téve a Manjaro létének vagy nem létének. Természetesen én nem azt mondom, hogy a Manjaro megszűnhet, hiszen egy nagy cég áll mögötte, egy nagy közösség, egy nagyon jó közösség, nagyon jó koncepció, de ki tudja, hogy mi lesz 2 év múlva, 1 év múlva, 3 év múlva. Azaz, hogyha a Manjaroval valami történik, vagy tesz egy fordulatot, egy olyan irányba elmegy, ami neked nem tetszik, akkor nem tudsz könnyen megszabadulni a Manjaro dolgaitól. Persze újra telepítésről nem beszélünk, mert az egy megszabadulás, másik rendszer teszel fel, de az EOS-nál egyszerűen, hogyha nem tetszik az ott lévő koncepció, leválasztod a tárolót, és utána az ARS-ból, meg az AUR-ból, az ARS tárolóból, meg az AUR-ból tudod tovább frissíteni a Manjarót, átalakítani, át lehet különböző módszerekkel ARS-ra, de nem olyan egyszerű, mint ahogy az ember először gondolná. Szerintem normális ember még eredménnyel ilyesmit nem csinált. A EOS-nál egyszerűbb a dolog, ott nyilván sokkal jobban az ARS-ra támaszkodik. Természetesen megkérdezhetitek, hogy az Axilt bemutattam, a Magyar Ácsot is használtam. Természetesen tudjátok, hogy a Magyar Ács a szívem csücske. Miben más? Miért más? Meg miért jobb? Miért rosszabb? Miben más az EOS? Az EOS sokkal-sokkal-sokkal több programot ad pluszban. Azok a picikek is 1, 2, 3, 4, 5, 10 személyes disztribúciók, mint az Axil, Magyar Ács, meg a sok-sok-sok egyéb Ácsra támaszkodó rendszerek kevesebb dolgot adnak. Az Arch természetesen jó alap, természetesen sokan rá tudnak támaszkodni, de nyilvánvalóan, hogyha 1, 2, 3, 4, akárhány ember csinál egy disztribúciót, ki vagy téve annak, hogy fogja magát, és utána vége van. Volt ilyen, lesz ilyen, mindenki tudja, hogy kis disztribúciók, a hobby disztribúciók, azaz azért van kiírva, hogy ez nagyobb, mint a többi, amiről éppen most szó van, mert ez nem egy hobby disztribúció, hanem komoly erő van mögötte, titek sokkal nagyobb közösség van, a léte talán sokkal jobban biztosított, azért ki kellett térnem arra, hogy kis disztribúcióknak megvan a hátránya, nem hobby disztribúció, természetesen az EOS sokkal nagyobb felhasználói kör, segítőkör van, és nagyon jó a támogatása, én régebb óta olvasgatom a fórumot, az ő fórumjukat, a Manjaroét is, az egyéb fórumokat is, olvasgatom, nem írom természetesen. Így bizony azt a következtetést tudtam levonni, hogy akár a Manjaro, akár az EOS-nál hamar kapsz segítséget arra a problémára, ami felmerül, és ami nagyon jó, valóban releváns segítséget kapsz, és nem mellé beszélnek, megmondják mit, hogyan kell csinálni. Miben más, mint a főnök az eredeti Arch rendszer? Kényelmesebb telepítőt kapsz, természetesen említettem, előre konfigurált, valóban jól konfigurált, jól kinéző asztali környezetek vannak, sokkal emberibb a fórum, itt nem találkoztam az EOS fórumon bunkozással, és ami nagyon-nagyon fontos, amit említettem, hogy mi a különbség, azaz 0,1%, mert gyakorlatilag 99,9%-ban tiszta árcsot kapsz, azaz nyilvánvalóan értelemszerűen nagy különbség nem lehet,
a telepítésen, meg a beállításos grafikus dolgokon. Mi a tapasztalatom vele? Én párszor használtam a múltban, mindig érdekelt ez a rendszer, de gyakorlatilag mindig a magyar Ács mellett maradtam, mert az kényelmes, az utóbbi időben a Maboxot nézegettem, illetve levettem, föltettem, megnéztem. Miért? Mert tetszett. Bevallom őszintén, hogy tetszett, párszor használtam, pontosan annyi probléma volt vele, mint az Árcsal. Ezt pontosan el tudom mondani, hogy volt olyan időszak az életemben, amikor tiszta Árcsot használtam, magyar Árcsal feltéve, ami igazából valóban egy tiszta Árcsot rak fel, 99,9999%-ban, azaz egyik rendszer az élő, amivel dolgoztam, az Árcs rendszer volt, a tartalékrendszerem pedig EOS volt. És pontosan ugyanazok a problémák kerültek elő, pontosan olyan gyorsan meg tudtam oldani, pontosan olyan kényelmes volt az egész. Miért? Mert gyakorlatilag egy Árcsot kapsz, egy kicsit kicsicsázva, egy picit itt-ott igazgatva, telepítés kinézet tekintetében, és ennyi. Tehát gyakorlatilag a telepítőn, a pár beállító programon, a kinézeten kívül semmi extra nincs benne, ez egy tiszta Árcs. Hogyha valaki tud üzemeltetni egy Árcsot, de nincs kedve terminálból fölrakni, akkor nagyon jó választás a EOS, az Enderverse. Miért? Mert valóban gyorsan fel tudod rakni, és utána ugyanúgy megy, mint egy Árcs. Ha pedig kezdő vagy, akkor ki tudod kerülni azt, hogy a beállítás, illetve a telepítés terminálból így úgy működjön, hanem grafikus felületen mindent be tudsz állítani. A saját pluszukkal semmi probléma nem volt. Jó néhány scriptet kiszedegettem belőle, nézegettem, próbálgattam, miért? Mert ezek általában nem feltétlenül, de általában működnek Árcs alatt is, mivel erre épül. Ezekkel semmi problémám nem volt a telepítőrendszerrel, gyakorlatilag semmi problémám nem volt. Felrakosgattam az utóbbi időben jó néhányszor, különböző beállításokkal, gondolatokkal és egyéb, és bizony semmi problémám nem volt az ő általuk készített programokkal. Azaz egy jól kivitelezett, jó kis programot fogsz kapni, hogyha ezt felteszed. Nézzük is meg, milyen lehetőségeid vannak. Gyakorlatilag milyen lehetőségeid vannak. Felmész a saját oldalukra, gyakorlatilag igazából én át fogom lapozni az öndicséretet, azaz azt, amit mindegyik rendszer elmondja, hogy ez nagyon jó, stabil, kezdőbarát, nagyon szép, minden van hozzá, ezeket én át szoktam lapozgatni. Mi az, ami számunkra fontos? Milyen asztali környezetet, illetve milyen környezeteket adnak? Látható, kapod az XFC-et, nagy kedvencemet, a plazmát, a gnómot. Azt hiszem, akinek ilyen nagyobb asztali környezet kell, a plazma, a glóm, illetve a made cinnamon, az azt hiszem alapértelmezett, a budzsi, az szépen működik, LXQT, LXDE, mind a kettő egy könnyű, nagyon jól konfigurálható és szép, relatív szép, természetesen nem olyan, mint a KDE vagy a gnóm, de szép asztali környezet, és nagyon a szívemhez nőtt az, hogy természetesen van i3 VM. Itt figyelj arra, egy darab ISO-t töltesz le, és a internetes telepítés útján, hogyha azt válaszol, és nem az offline telepítést akkor érdemes választani, hogyha nincs internet kapcsolatod. Nagyon pozitív dolog. Akkor is tudsz egy Linux rendszert felrakni, hogyha éppen nincs neked internet kapcsolatod. Oké, nagyon jó. Természetesen hozzáteszem, bármilyen olyan asztali környezetet és ablakkezelőt fel tudsz tenni pluszba utólag, telepítés után, amit az Arch rendszerben megtalálsz. Itt nincs olyan, hogy csak ezeket lehet, de ezek vannak beállítva, előre konfigurálva, szép, egy kicsit ez a lilás nyilvánvalóan nem mindenkinek tetszik, de viszonylag szép kinézettel. Ami nagyon jó, a közösség elkészített különböző egyéb környezetet, inkább azt mondom ablakkezelőt, mert ezek inkább ablakkezelők, és ezeket is tudod választani, ezeket is tudod telepíteni, másik ISO kell hozzá, legalábbis úgy emlékszem, és tudod telepíteni, nagyon jó. És el kell mondanom, hogy a telepítés nagyon egyszerű, erről igazából nem fogok videót csinálni, miért? Mert az, hogy 500-szor, meg én legyek az 501-edik, aki elmondja, hogy itt kiválasztod a nyelvet, itt meg megadod a nevedet, hogyan kell particionálni, vagy hagyd automatán, itt kiválasztod, hogy az i3 legyen feltéve,
Hozzáteszem, több asztali környezetet, ablakkezelőt fel tudsz egyszerre is tenni, nem javaslom senkinek természetesen, hogy az összeset egybe fölpakolja, de egyet, kettőt, hármat együttesen felteszed, akkor előre konfigurálva a kijelölteket be tudod rakni a rendszeredbe, nagyon kényelmes, tehát nem utólag kell telepíteni, hogyha kettőt, hármat szeretnél egyszerre használni, logikusan, kényelmesen meg tudod oldani, ezeket elmondani és végignézni, hogy megy a csikocska nullától a 100%-ig, és kírja azt, hogy bocs, de végeztem, indítsuk újra a rendszert, vagy visszamész a telepítőbe, ezeket fölösleges 501. alkalommal berakosgatni, fölös videót csinálni. Az a tervem, hogy az i3-jukról, illetve magáról a plusz kis programocskákról, a beállító programocskákról csinálok egy videót, de egyelőre ez csak terv. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Remélem mindenki átlátta az Enderverse, ahogy én hívom, illetve a hivatalos rövidítése az EOS. Az egy nagyon jó árcsalapú, így természetesen rolling rendszer, ami kényelmes telepítést, kényelmes beállítást és jól kinéző környezetet ad nektek. Én a jól kinéző környezetet azt mondom, hogy persze fontos, hogy jól nézzen ki, de azt is mondom, hogy jól beállított rendszert fogsz kapni, bármelyiket rakod fel, nyilvánvalóan a gördülő rendszernek megfelelően jól beállított, hiszen naponta változhatnak a beállítások, de gyakorlatilag mindegyikbe minden, amit ők beállítottak, és amiket ők konfiguráltak, azok működnek, tehát odafigyeltek, nem valami gányi dolog, pár olyan, ilyen-olyan rendszerbe, nem akarok nevesíteni ilyen-olyan rendszereket, nyilvánvalóan találkoztam olyannal, hogy több pupi, bocsánat, kár volt kimondanom, több pupi is ott letöltögettem, aztán fele működött, fele nem. Gyakorlatilag ez nem ilyen, hanem egy jól működő, szépen működő rendszer, amivel igazából egy jó kis ásrendszert kaptál. Köszi szépen, sziasztok!